Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és kijött a második ilyen napi SBC, ami ugye az UCL, vagyis az UEFA bajnokok ligája eventhez tartozik. Ugye alig van már belőle hátra 55 perc, ugye elég későn álltunk neki, úgyhogy ezt már csak szerintem pénteken vagy szombaton látjátok ezt a videót. Ad egy ilyen Rare Electrum Players pakkot. Ugye kellett bele 2 darab kék kártya. Ugye max 2 nemzetiség, liga minimum 4, meg ugye 2 UCL kártya, 79-es rating, 80-as chemistry. Szerencsére voltak kék kártyáim, most a kék kártyák elég drágába mennek, úgyhogy megcsináltam az egészet ugye franciákból. Ma itt minden liga, angol, francia, MLS, német, mexikói, orosz, mert ugye betettem balra egy orosz kék kártyát, és 95-ös lett a chemistry. Könnyű SBC, ugye csak a ha nincs kék kártya, akkor pici drága. De nekünk ez nullába volt, úgyhogy nézzük, hogy mit fogadni az a Rare Electrum Players pack. Alex, ez a legjobb Electrum Players pack, vagy a Prime? Én sem tudom most, hogy a Prime vagy a... Na mindegy, egy pack. Gondolom, ilyen 6 cucc van benne. Nem, 12. 6 gold, mind a 12 Rare. Lássuk. Ó, egy Pepe. Sajnos már nem walkout, hiszen már csak 85-ös. Kár, nem egy Ronaldo jött, tudod. Sokkal jobb lett volna. Pepe majd megy bele SBC-be, az fix. Úgyis jön a POTM, hát ha abban jó lesz. Más nagyon nem jó. Nézzük, ki van még benne. Musacchio, Rafael, Weasley, van egy-két duplikét. MLS, angol egy, hát... Ez Burn is mennyit ér? El sem ennyit. Hát elég szarpak volt, de legalább volt benne egy Pepe, ami nagy rétingű, tehát 85-ös. SBC-ben jók az ilyenek. Na srácok, hogyha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot. Csipi voltam, szevasztok!